16. városnap és lecsófőző fesztivál Tiszalökön. Az idei rendezvényen is több sátorban vállalkoztak az egyik hagyományos magyar ételnek, a lecsónak az elkészítésére. A helyi intézmények, egyesületek, tiszalöki baráti társaságok és a szomszéd településekről érkező csapatok is megmutatták főzéstudományukat, hiszen nem csak lecsó főtt a bográcsokban. Egy lecsós dagadót készítettünk, amit háromfajle paprikából készítettünk, kétféle szalonna van alatta és házi kolbászból. Tojással és rizssel ízesítettük még a végén. Hagyományos fűszerek vannak benne, paprika, bors, só, ami a lecsóhoz szükséges. A zsűri a kulák lecsót értékelte első helyen, de a második, harmadik vagy külön díjas ételek is igazi kiválóságnak számítottak, így a jutalom sem maradt el. A Tisza mentén minden településnek van értéke, sajátossága, hagyománya, ezt ki kell használni, emelte ki beszédében Vinnai Győző országgyűlési képviselő, aki szerint turisztikai programokra, beruházásokra érdemes lesz pályázni. Egészen Tiszalöktől, de hát a Tiszadobtól is megnézhetem az Andrássy kastélyt, vagy Tiszalök maga üdülőtelep. Nagyon sokan járnak itt a Tiszára nyáron, képzőművészeti alkotótábor is van, de hogyha tovább megyünk föl Rakamazon át Szabolcsra, Balsára, Tiszabercelre, akkor azt lehet mondani, hogy a turisztikában vannak még kiaknázatlan lehetőségek. Na, azt szeretném elérni, hogy a polgármesterek összefogással egy olyan turisztikai attrakciót valósítsanak meg, vagy pályázzanak a mostani uniós ciklusban. Tiszalökön sikerrel befejeződött az 1,5 milliárd forintos szennyvízberuházás. 200 kék luftballon jelképezte azt, hogy a város ezáltal is meg tudja óvni vizeinek tisztaságát és minőségét. A projektnek köszönhetően növelték a szennyvíztisztító telep kapacitását, és teljes kiépítettségű lett a hálózat. Jelenleg a belterületi utak helyreállításán dolgoznak. Most azért izgulok, hogy az utak, árkok, járdák helyreállítása megfelelőképpen elvégzése kerüljön. Nagyon érzékenyek az emberek ebben a témában, hiszen azt gondolják, hogy új utakat fognak kapni, viszont uniós forrásról beszélünk, és nem lehet utakat csak úgy helyreállítani, csak ott, ahol megbontották az utakat a kivitelezés során. De most azért izgulok, hogy mindenki elégedett legyen, természetesen még mi is teszünk hozzá önerőt. A városnap lehetőség arra is, hogy megmutassák magukat a helyi iskolák, művészeti csoportok, együttesek, a színpadi produkcióikat láthatta a közönség, a fesztivál hangulatról pedig a meghívott énekesek és művészek gondoskodtak.